elfordultunk tőled, amikor a kárhozat várományosai voltunk, kiadban Jézus Krisztusban újból ránk tekintettél. Hálát adunk azért, hogy adtál lehetőséget a megtérésre. Hálát adunk azért, hogy adtál kegyelmet most, hogy házadban összegyűlhettünk, és itt állunk előtted, ígédre szomjasan, vágyva, hogy megjelenj közöttünk, hogy érítsd meg a szívünket, gyógyíts ki betegségeinkből, újítsál meg bennünket, halottakat támasszál, Istenünk, ha te erődre van nekünk szükségünk, kérünk téged arra, hogy tedd alkalmassa ezt az épületet és a mi szívünket, hogy megjelenjél, és hogy csodát tegyél közöttünk. Amen. Amen. Néhány ígeverset olvasok fel a János Evangélium a 4. részéből. János Evangélium a 4. részéből, a 25. verstől. János Evangélium a 4. részéből, a 25. verstől. Mondanék ki az asszony, tudom, hogy Messiás jő, akit Krisztusnak mond, aki Krisztusnak mondadik, mikor az eljő, megjelenékünk minden. Mondanék ki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Ekközben megjövének az ő tanítványai, és csodálkozának, hogy asszonnyal beszél, mindazáltal egyik sem mondta, mit keresel, vagy mit beszélsz velem. Ott hagyja azért az az asszony a bedrét, és elmin a városba, és mond az embereknek, gyertek, lássatok egy embert, aki megmondott nékem mindent, amit cselekedtem. Nem ezé a Krisztus? Tessenek helyet foglalni. Meleg szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevő Isten házában. Örülünk annak, hogy evangelizációs Isten tiszteletünkön újból együtt lehetünk szép számban. Lószák kellett, hogy előkerüljenek, és úgy a kis teremben hátul, mint az előcsarnokban is, hallhatjuk Isten igét. Hálát adunk azért, hogy az áldásokat készített el az alkalomra is. Köszönjük azt is, hogy Úr meghallgatta imádságunkat, testvérünk is elfogadta kérésünket, Bándi Sándor testvér, és eljött, ő fogja hirdetni. Imádkozó szívvel készülünk a szolgálatra, korádását kívánjuk testvérünk életére, isteni szolgálatára és másik dolgokról. Imádkozni fogunk azért, hogy Isten munkálkodjon ezen az estén. A felolvasott ígében röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy egy asszony, aki sok mindenben kereste maga boldogságát. Csalódásból csalódásba ment az ő élete. Ötször házasodott talán, mindig azzal a reménye, hogy végre megtalálja boldogságát, és nem találhatta meg. Aztán majd eljött az az idő, amikor 6 házasságban él. Egyszer találkozik vele valaki, elkezd beszélgetni vele, és a beszélgetés vége felé ennél az asszonynál dereng, hogy az, aki vele beszél, az nem más, mint a megígért Messiás, a Krisztus. És ezt mint kérdés felteszi, tudom, hogy más Messiás jő, mert amikor ő eljön, megjelen nékünk minden. Jézus, aki előtte áll, azt mondja, én vagyok az, aki veled beszélek. Mindannyian tudjuk, hogy Messiás jő, Messiás eljött, itt járt ezen a földön. És azért imádkozzunk, hogy az Úr azt is mondhassa nekünk, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Ha Jézus beszél hozzánk, akkor csodálatos változáson megy át a mi életünk. Tegnap hallottunk arról, hogy annak belsejéből élő víznek folyamai ömledeznek, ugyanezt hallotta a samáriai kútnál is ez az asszony. Megváltozott. Ott hagyja a korsóját, amivel ment, hogy vetret vigyen, vizet vigyen, már az nem fontos. Megy az emberek közé, és azt mondja, gyertek, találkoztam valakivel, aki megmondott nekem mindent. Az egyik legeredményesebb misszionárius lett azon a vidéken. Mert Jézus előtt állott, és azt mondja, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Testvéreim,
imádkozzunk azért, hogy a mi bensünkből előjöhessen az élő víz. És hadd mondjam azt, hogy talán nincsen senki, aki olyan hátrányból indul már, mint ez a nő. Hogy van-e itt valaki, aki ne talán ötször is házasodott, és mindannyiszor kudarcot vallott az életen. Hogy van-e valaki, aki vadházasságban. Lehet, hogy másfajta nehézségeink voltak, vagy másfajta bűnökkel kötözött meg a sátán, de ez a bűnös nő találkozik Jézussal, és megy és hívja az embereket az Úrhoz. Mi sem vagyunk hátrányosabb helyzetben. Imádkozzunk azért, hogy Jézus beszél velünk. Meghajtjuk térdünket, fejünket, és egy néhány alatt is szeretnének férfi a nők közül. Imádkozzanak ezzel. Te beszéltél a bűnös nővel is, szólni kívánsz ezen az estén a mi szíveinkhez is. Azért könyörgöm, hogy úgy, hogy elbeszélgettél a samáriai asszonyal, Uram, beszélgessel egyenként mindannyiunkkal, kegyelmet kiáradásáért, szent lelket kiáradásáért, áldásaidért könyörgünk ezen az estén, Urunk, a bűnbánatnak lelkét, Urunk, tölts ki erre a gyülekezetre is. Adj, Urunk, megnyílt szívet, meghallani a te hangodat, te szolgáidat pedig kérünk, tekent fel, menj el erővel, hatalommal élően szólhassák a te ígédet szíves szólóan. Amen. Istenem, köszönöm neked, hogy Jézus Krisztus voltál.